Köszöntöm Önöket! A hét eseményeinek összefoglalóját, a körképet látják, fontosabb híreink először röviden. Számla. Újpest és a főváros is igyekszik segíteni azoknak, akiknek gond lehet a rezsit kifizetni. Születésnap. Idén is számtalan színes program fogadja az újpesti városnapok vendégeit. Újjászületés. Majd 100 év után ismét klubja lehet az Újpest szurkolóknak a Polgárcentrumban. Újpest megemelt szociális támogatással igyekszik segíteni a rászorultaknak a rezsi kifizetésében, és nőtt a lakóépületek felújításához adható kamattámogatás is. A javaslatokat egyhangulag fogadta el a képviselőtestület. Amennyire és ameddig fogyó anyagi ereje engedi, Újpest önkormányzata igyekszik segíteni azoknak, akiket az energiaárak emelkedése nehéz helyzetbe hoz a kerületben. Augusztus 25-i ülésén a képviselőtestület ezért igazított a szociális ellátásokról szóló rendeletén. A módosítást a népjóléti alpolgármester terjesztette elő. Legalább a fűtési szezonban a lakhatási támogatáson felül legyen egy igényelhető, kifejezetten energiafogyasztáshoz nyújtott, kiegészítő támogatás. Ugye, hogy működik a rendszer, amit kigondoltunk, úgy, hogy a támogatás a számla összegét veszi majd figyelembe, és legfeljebb adható összeg ugye 16 000 forint, ez a duplája annak, amit egyébként erre a célra lakhatási támogatásként jelenleg lehet igényelni. Magyarán úgy működik, hogyha valaki lakhatási támogatást is igényelt, akkor a támogatás összegének megállapításakor levonásra kerül, és a számla fennmaradó része kerül megterítésre. Ha ez így bonyolult, akkor úgy fogalmazok, ha valakinek van egy lett hirtelen most egy 30 000 forintra felugró gázszámlája, és egyébként az egyfőre eső jövedelme alapján 8 000 forint lakhatásra volt eddig jogosult, akkor ennek a számlának a bemutatásával további 8 plusz 16, összesen 24 ezer forintra kedvezményt kaphat, vagy támogatást kaphat. Szabó Balázs képviselő bővítette volna a támogatottak körét, ez a rendelet azonban ezt nem engedi. Pernecki László ugyanakkor jelezte, mindent megtesznek, hogy több emberhez jusson el valamiféle segítség. A testület végül egyhangulag igen mondott a módosításra, Nagy István, a Fidesz frakció vezetője azonban a szavazás után jelezte, szerinte a változtatás sérti a normavilágosság, a jogbiztonság és az esélyegyenlőség elvét. A lakóépületek felújításában is igyekszik többet segíteni az önkormányzat. Az erről szóló javaslatot Ziegler László alpolgármester ismertette. Ugye az önkormányzat azon társasházaknak, ahol hitelből történt az épületeknek a felújítása, havi 1500 forint per albetét, per hó kamattámogatást nyújt 5 éven keresztül. Ebben a rendelettervezetben mi ezt 1800 forintban kívánjuk megemelni. Gondolom azért, mert és miért is van erre szükség, hiszen a családok ugye a vágtató infláció és a növekvő árak mellett egyszerűen egyre nehezebben tudnak megélni, és ezzel a mintegy 20%-os emeléssel próbáljuk valamelyest kompenzálni, illetve ösztönözni nem családi házakban élőket arra, hogy épületenergetikai felújításokat végezzenek, hiszen a közeljövőben új pályázatot készülünk kiírni, aminek felső kerete egyelőre nincs. Nagy István frakcióvezető az albetétenkéti támogatást 2000 forintra javasolta emelni, és az előterjesztést végül így is fogadta el egyhangulag a képviselőtestület. Az ülésen Szabó Balázs kezdeményezésére a képviselők rábólintottak arra is, hogy megpróbálják erősíteni az Újpest testvérvárosával Csíkszentgyörggyel meglazult kapcsolatot. Nemet mondtak viszont Nagy István előterjesztésére, amely egy vizsgálóbizottságot állított volna fel az önkormányzat és az IJÁSZ szövetség közti telekcsereszerződés ügyében. A főváros is igyekszik segíteni a rezsicsapdába került budapestieknek. A rászorulók több 10 000 forint támogatást kaphatnak. Ezt a főpolgármester jelentette be a Fővárosi Idősügyi Tanács augusztus 24-i ülése után. A Fővárosi Önkormányzat rezsitámogatási rendszerében a rászoruló gyermekesek, az ápolási díjon lévők vagy más nehéz helyzetben lévő családok, illetve a létminimumnál kevesebb nyugdíjat kapó nyugdíjasok évi 48 000 forint támogatást kaphatnak, amelyet a villany, a gáz, a víz és a távhő számlájukról fogunk leírni. A valódi átlag nyugdíjnál kevesebb nyugdíjat kapók pedig 24 000 forint támogatásra jogosultak. Ez a rendszer október 1-től működik, akkor lehet majd igényelni ezeket a támogatásokat. Igyekszünk minden lehetséges csatornán eljutatni az információkat az igényléssel kapcsolatosan, de alapvetően a kerületi önkormányzati irodákban lehet majd hozzájutni ez a támogatáshoz, ahol érdemes tájékozódni arról is, hogy a kerületek
milyen támogatást tudnak adni. Adásunk készültekor még épült, azóta azonban minden bizonnyal már be is népesült Újpest főtere a Városnapok rendezvény sorozatán. Az érdeklődőket ezúttal is számtalan koncert és egyéb kulturális program fogadja. Ismét hallgathatják Curtist, Szekeres Adrient, Burai Krisztiánt, de a gyerekeket is nagyon sok program várja augusztus utolsó hétvégéjén Újpest főterén, ahol vasárnap hagyományosan megtántoltatják majd a közönséget az újpesti nemzetiségi önkormányzatok is. A szabadtéri rendezvények mellett Újpest számtalan pontján várják még a programok az érdeklődőket a városnapokon. A Polgárcentrumban a majd 100 műalkotást felvonultató kiállításnak a négy őselem a témája. Nagyszabású kiállítással színesíti a Városnapok izgalmas forgatagát az idén 30 éves Újpesti Művészek Társasága. Az immár hagyományos augusztus végi tárlaton 51 művész, majd 100 alkotása tekinthető meg a Polgárcentrum kiállító termeiben. A kiállítás ezúttal is egy téma köré épült. Most a föld, víz, levegő, tűz témakör, tehát tulajdonképpen a négy őselem körül forogtak a művészek gondolatai. Ez a témakör gazdag tárházát kínálja a legkülönbözőbb lehetőségeknek, tehát mindenki a maga eszközeivel, a maga elképzeléseivel, gondolatvilágával kap lehetőséget arra, hogy feldolgozzák a témakört. Megtette ezt Szőnyi Krisztina grafikus művész, az Újpesti Művészek Társasága elnöke is, aki maga is hozzájárult alkotásaival az elemzéshez. A képek ezúttal is alapos műbírálat után kerültek ki a falakra. A kiállításainkat mindig több tagú zsűri bírálja el. Színvonalasan van művészettörténész benne, profi művészek, galériavezető, Móni, úgyhogy nagyon színvonalas zsűri mérlegel. A mérlegelés eredménye pedig, azaz a kiállítás augusztus 26-ától szeptember 17-ig a vasárnapok kivételével minden nap ingyenesen látogatható. A figyelmes szemlélő akár még az ötödik elemre is rátalálhat, sőt, a megnyitó után még az évadkezdésnek számító hagyományos Piktor piknikre is beülhet az Újpesti Polgárcentrum udvarán. Nem marad el idén sem a Városnapok hagyományos és nagyon népszerű rendezvénye, a Kántor koncert az Újpesti zsinagógában. Immáron 12. éve rendezik meg az augusztus végi Városnapok program sorozata keretében az Újpesti zsinagógában a nem csak Újpesten népszerű Kántor koncertet. Ez egy alkalom arra, hogy beengedjük a világot, a közönséget, a nem zsidó közönséget a zsinagógánkba, hogy lássa, hogy nincs semmi különbség, csak a istenfélelem, a hitünk köt össze, és az a szépre vágyás, ami most a zenébe fog megnyilvánulni. A hagyományos zsidó zene különleges köntösbe mutatja meg magát ezen a napon. Tumbala, 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 tum
az az egyedi, hogy szimfonikus zenekar kíséretébe fog elhangzani a MÁV szimfonikus zenekar, amit Farkas Róbert karnagy fog dirigálni, és ez egy teljesen más színfolt, mert a zsidó hagyomány, a zsidó zene, a zsidó zenének az egyszerűsége, és abban rejlő szépsége és egyedisége bővül avval a háttérrel, amit a világi, mondjuk a világi zenekar ad hozzá, és ez úgy élményben, mint lehetőségben gazdagszik. A Kántor koncert augusztus 28-án, vasárnap este 6 órakor kezdődik a Berzevici Gergely utcai zsinagógában. A belépés ingyenes. Megnyitása óta töretlen az első újpesti Levendula Park népszerűsége, pedig a különleges kert még nem is mutatta meg magát teljes pompájában. Augusztustól látogatható az első újpesti Levendula Park a Szilaspatak mentén. A kerület, de bátran mondhatjuk a főváros új látványossága már most nagyon népszerű, pedig az idén ültetett növényeknek még kell egy kis idő, hogy erőre kapjanak, és a kert teljes szépségében mutassa magát. A legjobb visszajelzés azon túl, amit üzennek, mondanak az odajárók, amikor arra megy az ember, és azt látja, hogy ott sétálnak, és nyugodtan pihennek, beszélgetnek. A gyerekek például, legalábbis az én kisebbik lányom is, nagyon szeretik az ülőkavicsokat, föl lehet rámászni, le lehet róla ugrani, és az egésznek a milliója, az életérzése, azt kell, hogy mondjam, hogy valami egészen unikális, Újpesthez illő, hiszen mi egy különleges város vagyunk, úgyhogy megérdemlünk egy különleges Levendula Parkot is. Egy séta itt és a környéken akár családi programnak is tökéletes. Hiszen a Levendula Parkkal szemben van a Kresszpálya is, a vizes játszótér is, tehát maga a térségnek a színvonalát összességében is javította, illetve a területen most ez egy olyan plusz funkció, egy plusz lehetőség, ami tulajdonképpen egy családos, kisgyerekes programra is, azt kell mondjam, hogy tartalmasan lehetőséget nyújt. Mindezt persze nem a szél fújta ide. Több mint 5000 tő levendula, több mint 1500 tő egyéb évelő virág és növény díszíti a Levendula Parkot. Vannak benne sétányok, pergolák, amire lila akác fut, ülőkavicsok és természetesen napelemes térvirágítás és selfie pontok is. És hát nem mellesleg, ami csak lehet, lila meg fehér, mert mégiscsak Újpesten vagyunk. És maradjunk még a lila-fehér színeknél, hisz majd 100 év után ismét klubja lehet az Újpest szurkolóknak a Polgárcentrumban. Pontosan ott, ahol 1928-ban először ültek össze az újpesti tornaegylet rajongói. Mindehez azonban még bőven elkér a segítség. Egy majd 100 éves hagyomány született újra a több mint 120 éves újpesti Polgárcentrum alaksorában. Pontosan itt, ezek közt a falak közt, ahol most a kamera is forog, alapították meg ugyanis 1928. novemberében az újpesti tornaegylet szurkolói a törzsasztalukat, majd törzsklubjukat, Dumaasztal, majd Dumavár néven. Mindenről az Újpest krónikása is mesélt a találkozón. Ez egyszerre volt egy helyszín is, tehát itt vagyunk konkrétan Dumavárban, mint helyszínen. Másrészt pedig egy szurkolói klub, ahol az újpesti polgárság, mondjuk azt, hogy a magasabb társadalmi osztálybeli újpest szurkolók, akik a díszpáholyban vagy a tribünnek az előkelőbb részén ültek a futballmérkőzéseken, ők gyülekeztek itt, és szabad idejükben itt beszélgettek, dominóztak, kártyáztak, volt egy biliárdasztal, és ott biliárdoztak, és a játékosok is itt találkoztak velük. És igencsak komoly fegyelem volt. A játékosoknak csütörtökönként egyébként kötelező volt a megjelenés, elvárt volt, és vezették a Dumavárnak a tagjai, hogy melyik játékos hiányzott, és utána azt megrovásban részesítették, persze semmi komolyra nem kell gondolni. A Dumavárnak, hát igazából poénból, de a vezetősége az olyan neveket kapott, amilyet egy várnak a vezetői kaptak annó, tehát volt egy várura, ő volt a klubnak az elnöke gyakorlatilag, volt várnagy, volt pohárnok, volt főkincstárnok, és minden olyan pozíció be volt töltve, ami egy várban szükséges volt. Ha nem is ilyen szigorú keretek közt, de ezt a klubot, ezt a hangulatot építeni most vissza ide a szó szoros és átvitt értelmében is az Újpest 1885 szurkolói klub, amelynek vezetője a mostani bejárást is megszervezte.
Régóta keressük ezt a helyet. Az önkormányzat és a vagyonkezelőnek a támogatásával és a közreműködésével, akiknek ezúttal is hálásan köszönjük a segítséget, fog megvalósulni itt egy újjáéledő klubélet. Hát egyrészt egy régi hagyományt szeretnénk újjáéleszteni, másrészt viszont egy kicsit a saját életünket is újjá akarjuk éleszteni. Azt érezzük, hogy egy klub élet, egy klub lehetőség, klub élet lehetősége az sokat fog segíteni azon, hogy az Újpest szurkolóknak a mondjuk azt, hogy a kötődése a klubhoz az ismét megerősödjön. Mindenben pedig segíthet mindenki, akinek a lila-fehér több, mint két szín. Ahhoz segítség kell, hogy ez valóban meg is valósuljon. Ez lehet anyagi, lehet tárgyi, lehet kétkezi munka, bármi, aki ebben tud nekünk segíteni. Ha 5 liter festéket föl tud ajánlani, ha 2 kiló gipszet, az nekünk nagy segítség, úgyhogy várjuk azokat, akiknek fontos ez az ügy, hogy kapcsolatba lépjenek velünk. A Szurkolói Klub honlapján minden információt megtalálhat az, aki segíteni tud, akar, és hamarosan felkerülnek ide a régi új helyiség látványtervei is. Gábor optimista, abban bízik, a decemberi Újpest Családkupa sorsolását talán már itt rendezhetik. És még mindig Újpest, hisz újra gyűjtésbe fogtak a focisták a Megyeri úton. Ezúttal azoknak a családoknak segítenek, ahol nehézséget okozhat felkészülni az iskola kezdésre. Aki tanszereket hoz, meglepetést kap az UFC-től. Ismét összefogott és összefogásra hív az Újpest család. A fociklub ezúttal azoknak igyekszik segíteni, akiknek nehézséget jelenthet a szeptemberi iskolakezdés. Ami a legfontosabb az, hogy aki teheti és nincsen szüksége rá, az a általános iskolába menő gyerekeknek, hátrányos helyzetű családoknak tud segíteni bármivel. Tehát itt a shop melletti recepción, vagy a stadion melletti recepcióra tudják hozni az adományokat. Ami nagyon fontos, hogy ez a pénteki Paks elleni meccs végéig tudják hozni, tehát körülbelül este 10 óráig, úgyhogy itt mindenre szükség lehet a gyerekeknek, itt radírtok, kezdve ceruza, filc, toltartó, táska, könyv, füzet, bármi, vonalas füzet vagy kockás füzet, tök mindegy. Arra kérem a családokat, hogy aki teheti, az tényleg hozza el, és tegye le. Nincs sok időnk, még van azért 3-3 és fél nap, úgyhogy így összefogtunk, mint Újpest FC. Eddig is, ahol tudtunk, segítettünk a rászoruló családoknak, és ezt most is megtettük. Az UFC persze meg is köszöni a segítséget. Nem is akárhogy. Ami még nagyon fontos, ezt meg szeretném mutatni, akinek van érvényes jegye a derbire, és adományt hozott és letett ide a recepciókra, az mellékesen egy plusz jegyet kap a derbire ajándékba, úgyhogy szerintem ez is nagyon fontos, hogy ezt elmondhassam. A derbi, azaz az Újpest-Fradi összecsapás szeptember 4-én vasárnap 17:30-kor kezdődik a Szusza Ferenc stadionban. A tanszereket pedig az augusztus 26-án, pénteken, este 8-kor induló Újpest-Paks mérkőzés végéig hozhatják el a segíteni akarók ide, a Megyeri útra. A hét eseményeinek összefoglalóját, a körképet látták. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra!